Művésztanári hangversenyt tartottak a Kró György Zeneiskolában. A tanítványoknak és családtagoknak tartott előadáson számos hangszer felcsendült az este folyamán. Valamint seregnyi ismerős és kevésbé ismerős dallamot hallhatott az, aki megnézte a műsort. Ma egy nagyon színes műsorral készültek művésztanáraink, ahol a régi zenétől egészen a népzenéig el fogunk jutni a különböző korszakokon keresztül, és én azt hiszem, hogy a hangszerek sok-sok családja bemutatkozik. Nagyon sokféle hangszerünk van, 23 tanszakunk van, röviden úgy tudnám ismertetni, hogy a klasszikus zenei irány az egyik, a másik a népzenei irány, a harmadik pedig a képzőművészet. És itt a hangszerek között mondjuk néhány különleges fogós hangszert említenek, például oboa, fagot, különböző részfogós hangszerek, de a szokásos vonós hangszerek mellett, a zongora, a billentyűs hangszer mellett a csembaló is például megjelenik, valamint magánének. A népzenei tanszakokon is fúvós, vonós és pengetős tanszakaink vannak, a képzőművészeti tanszakunk pedig rajz és festészet szakirányal működik. Hát vannak általánosan kedvelt hangszerek, mint például a zongora, és az utóbbi években nagyon sokan maguktól vonós hangszereket választanak. Én úgy gondolom, hogy ez a zenekari munka eredményének is tekinthető, és hát emellett az egyének egyéni elképzelésekkel érkeznek a nyílt napokra, illetve a felvételére. Növendékeink számos zenekarban, együttesben játszhatnak. Kétféle fúvózenekarunk van, gyermek és ifjúsági, amellett fuvola zenekar, vonós zenekar, szimfonikus zenekar, népi hangszerekből különböző népi együttesek, emellett gitár, harmonika együttes és hát alkalmi kamaracsoportok is. Plusz, amit kiemelnék, a barokk irány, a barokk kamarazene és a barokk kamarazenekar. Én úgy gondolom, hogy az egész lényükhöz, a személyiségükhöz nagyon sokat hozzátesz a zene, a művészet. Nagyon sokoldalúan fejleszti a különböző képességeiket. Azok a gyerekek, akik zenét tanulnak, képzőművészetet tanulnak, valószínűleg az élet más területein is sokkal eredményesebbek, iskolai tanulmányaikban is könnyebben veszik az akadályokat. Az este egyik fellépője Tegyei Zoltán volt, aki mint csembaló tanár vesz részt az iskola és a gyerekek életében. A zenével és tanítással kapcsolatos érzéseiről, mint sok más oktató, ő is pozitívan és meleg szívűen nyilatkozott. Csembaló művész vagyok, és több intézménynek is vagyok az oktatója, így a Kró György Zeneiskolában is tanítok csembalót, illetve korepetálok, és van egy kis barokkzenekar, amit vezetek az idei tanévtől. 2015 óta tanítok, akkor végeztem a Bécsi Zeneakadémián, és 16-ban kaptam állást a Kró György Zeneiskolában. Eredetileg hegedűn és zongorán felvételiztem a konzervatóriumba, és a Szent István konzervatóriumba Alföldi Borús Csillánál kezdtem el csembalót tanulni. Akkor körülbelül 15 éves voltam, de eleve a zenével 7 éves korom óta foglalkozom. A zenével való szabad áramlás és lebegés. Nekem ez egy ilyen általános örömérzet, és keresem a zenén kívül is egyébként ezeket a lelki élményeket, amikor valamit nagyon szabadon lehet átélni és megélni úgy igazán. Nem csak a gyerekekre van nagy hatással Tegyei Zoltán, de ő rá is nagy hatással van a tanári pálya. A most megrendezett hangversenyen többször is színpadra állt. A tanítás óta egészen megváltozott a zenéről való elképzelésem. Már csak azért is, hogy megfogalmazhatom a növendékeknek azokat a problémákat, amikkel én korábban foglalkoztam. Ez egy egészen új perspektívát ad a hozzáállásban, hogy azáltal, hogy ki is mondom, meg is fogalmazom, én is teljesen máshogy állok hozzá ezekhez a technikai, vagy sokszor zenei problémákhoz. A mai nap egy kamara
művel készültünk, Szászvárosi Sándor violadagamba művész kollégámmal, és Gere Júlia violadagamba művész kolléganőmmel. Egy Telemann művet fogunk eljátszani, annak két tételét, és ezt követően pedig szóló műveket fogok játszani, korabarok francia zeneirodalomból. Az iskola egy másik oktatója, Babcsán Bence. Ő népzenéléssel foglalkozik, így számos népi hangszeren tud magas szinten játszani. A diákoknak az oktatások folyamán ezt a tudást próbálja átadni. Népzenész vagyok, népi fúvós hangszereken, klarinéton, tárogaton játszom, emellett tamburákon, főleg tambura kontrán és népzenetanár is vagyok itt a Krógyőr Zeneiskolában. Most már nagyon telnek az évek, nem tudom pontosan olyan, szerintem már 8. vagy 9. éve vagyok a Krógyőr Zeneiskola népi klarinét tanára. Alapfokú zeneiskolába jártam, a Szőnyi Erzsébet Zeneiskolába klasszikus zenét tanultam, és 2012 tájékán, most nem emlékszem pontosan, a 15 éve, most már napjainkban 15 éve, éppen most ünnepelte 15 éves jubileumi fennállását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszéke, és oda iratkoztam be, azt végeztem el 5 év alatt népi fúvós szakon. A zene és az együttzenélés élménye egy olyan kellemes impulzus az életben, ami mással nem helyettesíthető. Erre csak is a zene képes igazán. Babcsán Bence népzenész, népzenetanár szerint a zene közösségépítő ereje semmi máshoz nem hasonlítható. Természetesen a tanítás legszebb része, amikor a gyerekekkel megéljük azt a fajta közösségi élményt, hogy ők is örülnek annak, hogy tanultak valamit, és nyomon tudjuk követni, mi tanárok azt, hogy egészen konkrét dolgokba fejlődnek. Én ezt nagyon szeretem látni, és szeretem, hogy ennek a részese tudok lenni. És a közösségi élmények, amik mondjuk a kamaraórán, közös zenélések alkalmával történnek meg, azok szintén nagyon szép dolgok. Aktív zenész is vagyok, és a tanítás mellett még innen szerzek számos élményt, koncertezések alkalmával is, hát amikor a mi zenénkre értő közönség találkozik a zenénkkel, és ott megteremtődik egy olyan hangulat, és visszajelzéseket kapunk, pozitív visszajelzéseket, azok nagyon szép élmények. A zene az egy nagyon erős közösségépítő tevékenység, hogyha csináljuk, már csak akkor hallgatjuk, akkor is, mert nagyon sokszor például a szórakozáskor is zenét hallgatunk, és akkor ennek egy magasabb szintje, amikor valaki műveli is a zenét, most egyelőre műfajtól függetlenül, tehát lehet ez akár könnyű zene, klasszikus zene, népzene, és a népzenét azért emelném ki, mert nagyon hamar tud az ember közösségi zenei élményeket szerezni, kamarazenélések alkalmával, és ezen felül nagyon erős készségfejlesztő, tehát akár a motorikus készségeket, memóriát és mindenféle készséget lehet vele fejleszteni. A művészeti iskolában nem csak a zenei tudása kiemelkedő, de a tanárok közötti jól kialakult közösségi élet is. A népzene tanárok között különösen jó, mivel a zeneiskola falain kívül is számos zenekarban zenélünk együtt, tehát nem csak a zeneiskola falai között vagyunk kollégák, hanem egyébként is, és ez sokat számít. És akkor túlépve a népzenetanszakon pedig én azt tapasztalom, hogy nagyon mindenki nagyon nyitott, segítőkész, és támogatjuk egymás munkáját mindenben, és nyitottak vagyunk egymásnak a működésére, és segítjük egymást. Babcsán Bence szerint egy tanári hangverseny mindig jó alkalom arra, hogy az iskola közösségek kellemes időt tölthessen el együtt. Többek között a növendékek számára ez egy nagyon jó alkalom, hogy láthatják a tanáraikat a színpadon, úgy isten igazából úgymond élesben zenélni. Vannak olyan pedagógusok, akik sokat koncerteznek, vannak, akik kevesebbet, de hát itt mindenképpen meg tud jelenni bárki. Emellett ez egy közösségi program, ahol újra nem összegyűlhetnek a kollégák, pedagógusok együtt, növendékekkel, és egy közös élménynek a részesei lehetnek. Csonka Balázs kollégámmal, aki a vajdasági származású, óbecsei dallamokat, illetve hát vajdasági dallamokat fogunk tamburázni, egyelőre most ma csak ketten, de prim tambura és tambura kontra felállásban is nagyot fog szólni a vajdasági tambura muzsika. Az előadások között a közönség művészettörténeti információkra is szertehetett.
hiszen a produkciók előtt mindig elhangzott néhány információ a dal szerzőjéről és a szerzemény megszületésének körülményeiről, így színesítve az előadást és még jobban behelyezve a zeneszerző művészt a történelembe. A művésztanárok és az iskola fontosnak tartják, hogy a diákok láthassák, milyen célokat lehet kitűzni maguk elé a választott hangszerrel kapcsolatban. Ezért jó, ha egy ilyen koncert keretein belül előadást tarthatnak nekik.